Munkában a Markuló a Botond utcai homokozóban. A homok eltávolítása és az újratöltés között egy-két nap telik el, de azt követően a lakók ismét háborítatlanul használhatják a játszótereket. A munkálatok összességében mintegy 101 játszóteret érintenek. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Feladata többek között a városban található 101 játszótér karbantartása és üzemeltetése is. Közegészségügyi szempontból minden évben szükséges ezeknek a homokozóknak a cseréje, amiből 86 darab található a városban. A héten kezdtük el ezeket a munkálatokat, jövő hét vége felé be is fogjuk tudni ezeket fejezni. Összesen 210 köbméter homokot, új homokot fogunk a játszótereken kicserélni. Játszóterektől függően 1,5 és 2,5 köbméter az a mennyiség, ami egy adott játszótérre kerül újonnan. Már nem csak a tavaszi hagymások színesítik a Kossuth teret és környékét. Dicső Péter elmondta, gondozásukban ismét sikeresen teleltek át a dézsás növények, amelyek május elején kerültek a megszokott helyükre, mediterrán hangulatot kölcsönözve ezzel a tavaszi-nyári városképnek. Minden évben május hónap az, amikor a téli teleltetés után ezeket a dézsás növényeket ki tudjuk helyezni leginkább a Kossuth tér és környékére. Idén is a 65 darab leandert és a 9 darab pálmát múlt héten tettük ki a említett Kossuth térre, illetve országzászló térre. Ezekben gyönyörködhetnek majd egész nyáron a városlakók. Ezeket a saját szakembereink a Tüzér utcai telephelyükön gondozzák télen, hogy tavasszal újra pompázhassanak. A Nyírvévé a virágok ültetése után a zöld területek karbantartását folytatja. Fűnyírást és faápolási munkákat terveznek.